Kerékpáros ütközött autóval májusban a Kálói úton Nyíregyházán. A gyalogátkelőnél volt sárgával jelzett kerékpáros átvezetés, tehát a KRESZ szerint leszállás nélkül is át lehet ott hajtani. Mindezek ellenére érdemes a kerékpárosoknak lassan megközelíteni ezeket a csomópontokat, mert a kanyarodási szabályok megsértése mellett az ilyen átkelésnél a nem jól megválasztott sebesség a leggyakoribb baleseti ok. Ezek közül a fő szabály, amiből a legtöbb baleset következik be, véleményem szerint a kanyarodási szabályok megszegése. Ilyenkor azért mindkét félnek lehet felelőssége, de a kerékpáros ugye védtelenebb, és jobban jár idézőjelben, hogyha meggyőződik arról, hogy megkapja akár ha elsőbsége van az elsőbséget is. A következő másik ilyen veszélyforrás a kerékpárosoknál az elsőbségi kötelezettség meg nem adása, amikor nem is biztos, hogy tisztában van, pedig tisztában kellene, hogy legyen a közlekedési szabályokkal, azzal, hogy attól, hogy egy kerékpáros átvezetés van egy útkereszteződésben, nem feltétlenül jelenti az elsőbségét a kerékpárosnak. Ilyenkor a kerékpárosnak elsőbséget kell adnia más járművek részére, meg kell állni a kerékpárral, és el kell engedni az egyéb gépjárműket, járműveket. Ez a másik baleset pedig olyan helyen történt, ahol nem volt kerékpáros átvezetés. Ilyen kereszteződésben le kell szállni a bicikliről, úgy kell áttolni. A rendőrség azt ajánlja a szülőknek, hogy közös kerékpáros kirándulások alkalmával tanítsák meg gyermekeiknek a legfontosabb közlekedési szabályokat. Nagyon fontos az, hogy közlekedjen a család, ami azt jelenti, hogy nem csorda módjára, szabályok nélkül megyünk A helyről B helyre, hanem betartjuk a közlekedési szabályokat. Megint csak a szülői példamutatás, a szülői felelősség, amit ki kell hangsúlyozni, tanítsuk a gyereket. Ha ott megy apa vagy anya mellett a gyerek, akkor azért ne csak tekerjünk, és nyilván a világ nagy dolgairól is beszélünk, de azért egy-egy fontosabb táblánál, fontosabb szabálynál szánjunk 3-4 másodpercet a gyerekre, tanítsuk, okítsuk, hiszen máskor nem nagyon van lehetőség a gyereknek arra, hogy ilyen helyzetben, ilyen táblákkal, ilyen szituációval találkozzon, az iskolával, óvodával nyilván nem lesz rá lehetősége. Nagyon fontos az, hogy a gyereket, hogyha még kicsi és szállítjuk, akkor az csak a jogszabályoknak megfelelően, és ez a jogszabály, talán nem is a jogszabályra kellene itt hivatkozni, hanem a józan észre, az, hogy a gyerek biztonságban legyen, egy kerékpáros gyerekülésben üljön, ami ugye arról nevezetes, hogy a gyerek lábát véri attól, hogy bekapja a küllő, nem zavarja a kerékpár hajtóját a kilátásban, kormányzásban, rögzítve van megfelelően a gyerek, és ugye itt jön majd nagyon fontos az, hogy sisak legyen a gyereken, hiszen egy boruláskor a gyerek a bekötött ülésből ki sem tud ugrani. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyereket óvjuk, védjük. Fontos a prizma a küllőkön és a bukósisak. Lehetőség szerint olyan útvonalat érdemes választani a családnak, ahol elkülönített kerékpárúton lehet közlekedni, mert az sokkal biztonságosabb, mint a közút.